Jó estét kívánok, a főszerkesztő klubját látják új időpontban, de a szokásos vendégekkel, Németh Péterrel a Népszava, Rajcsányi Gellérttel a Mandiner, Bórókai Gáborral a Heti Válasz és Kovács Zoltánnal az Élet és Irodalom főszerkesztőivel. Köszöntök mindenkit. A tartalomról pedig annyit, hogy hát mi sem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy Áder Jánost újabb 5 évre megválasztották köztársasági elnöknek. Aztán arról is beszélünk majd, hogy Tarlós István egy interjúban kijelentette, hogy valószínűleg nem indul újra 2019-ben a főpolgármesteri székért. És szó lesz arról is, hogy vajon miért váltott ki ilyen indulatokat a Quimby frontemberének egy a közállapotokról írott verse. De hát kezdjük minden esetre az államfő választással. Nagy meglepetés nem okozott, de nektek okozott-e valamit? Örültök, vagy sajnáljátok? Szerintem ma egyedül Majtényi Lászlónak volt beszédének volt tétje, és úgy láttam, hogy Áder János olyan úgy, mint hogyha egy púp lett volna a hátán ez az egész. Szerintem a szöveg is, meg az előadás is elég széteső volt, és ugyan voltak benne nagyon, hogy mondjam, csak ilyen keneteljes gondolatok, de hát alapjában véve számomra nem volt túl sok minden benne. Tehát egy beszédet azt vagy a szöveg maga tart össze, vagy pedig az, aki előadja. Az a legjobb, hogyha jó szöveget jó előadó mond. Itt szerintem ebben a szövegben igazából nem volt semmi, csak az volt a lényeg, hogy a 15 percet tudjuk le. Azért mondtam, hogy Majtényinak nagy tétje volt Majtényi számára ennek a beszédnek, mert ugye hát ő nem sokat szólal föl a parlamentben, egyébként megszólalási lehetősége ilyen fórumon nyilvánvalóan adódóan abból, hogy ő egy polgár, és az is maradt, pillanatilag nincsen. Amit mondott, az szerintem sokkal jobb volt, sok minden volt benne, volt valami, ami az ő vízióját, az ő elképzeléseit és az ő demokratizmus iránti elkötelezettségét mutatta. Bizonyos értelemben programpontokat is adott, hogyha ő köztársasági elnök lenne, akkor mi lenne a legfontosabb. De a kérdés persze, hogy Áder Jánosnak mennyire volt szüksége egyáltalán a szövegre, hiszen azért 5 évig már teljesített. Erre mondtam, szolgál, hogy igazából nem volt tétje. 5 évig sem beszélt túl sokat. Nem. Szóval ami még lepetést okozott nekem, legalábbis az egyik az a vehemencia, hogy a Majtényi támadta a jobboldali sajtó, legalábbis az a része, amelyik a kormányzat befolyás alatt áll. Teljesen értelmetlenül és érthetetlenül, szinte csak sportteljesítményt nyújtottak azzal, hogy folyamatosan sorosoztak, még a mai napon is, hogy lényegében Soros nevezte, vagy Soros jelölte Majtényit. Mindenki tudta, hogy semmilyen nulla esélye van Majtényinek, mégis valamiért ez egy rendkívül, ez nekem meglepő volt. Meglepő volt ma az is, hogy egyrészt Áder Jánosnak volt egy gesztus a Majtényi felé, amikor kezet fogott vele, a Fidesz frakciónak nem volt, csak emlékezzünk vissza a Trump megválasztásánál is, hogy azért vannak olyan politikailag korrekt lépések, amelyeket ugye az ember elvárna. Tehát, hogy tegye már meg azt a Fidesz frakció, hogy úgy sincs esélye legalább valamiféle, tehát valami, nem kell megtapsolni, vastapsol, amit mond, de legalább a vállalását, hogy kiállt a nyilvánosságra. Tehát ezek nekem rendkívül bosszantó és meglepő fordulatok voltak. Egy gondolatot hadd tegyek hozzá, tényleg rövid lesz. Sok minden kiderült itt a elnökválasztás előtti napokon. Például Fritz Tamás írta, vagy nyilatkozta, azt hiszem, hogy írta, hogy nem is érti, hogy miért volt erre szükség, erre az egészre Majtényi elnök jelöltségére, ami számomra azt jelenti, hogy Fritz Tamásnak fogalma sincs a demokratizmusról, és fogalma sincs a parlament demokratikus működéséről, hogyha ilyen kérdést föltesz. Azért volt szükség elnökjelöltre, pontosabban azért van elnökválasztás, mert ki kell jelölni azt az embert, aki Magyarországon 4 évig vagy 5 évig elnök lesz. Az, hogy vannak elnökjelöltek, akiknek nincs esélyük azért, mert a parlamentben
nyilvánvalóan a többség nem mellettük áll, attól ők még megmondhatják, vagy beszélhetnek a parlament. Tehát ilyen kérdés az nagyon bántó, nem Majtényire, hanem az egész magyar demokratikus berendezkedésre. Sőt, hát ez teljesen logikus, tehát a demokráciában abszolút nyilván beletartozik, hogy próbáljon mindenki elnökjelöltet állítani. Ezért nagyon érdekes egyébként, hogy a Jobbik ebből az egészből kivonult. Ez nem tudom, hogy mit mutat a Jobbik esetében, amelyik egyébként pont ugye a kormány képesség felé szeretne elmozdulni, a centrista tömegek felé szeretne fordulni, és mégis nem tudott, vagy nem akart, vagy nem tudott, vagy a kettőt egyszerre egy olyan államfőjelöltet állítani, aki itt bemutatkozhatott volna, megmérettethette volna magát, akár csak a nyilvánosság előtt is, akár támadják őt keményen, akár nem, de egy parlamenti beszédet egy Jobbik jelölt is el tudott volna mondani. Azért szerintem ez nagyon furcsa, hogy az a párt, amelyik most gyakorlatilag szeretne minimum a második erő lenni, vagy hát legszebb álmaikban a Fidesznek a nyakán lihegni, nem tudott egy elnökjelöltet állítani, és kihagyta ezt a lehetőséget arra, hogy bemutatkozzon a nyilvánosság előtt. Előbb a Zolira reagálnék, mert ő a Fritz Tamást említette fel, és mondván, hogy nem tudja, mi a demokrácia, azért arra emlékezzünk, hogy 95-ben, amikor a Fidesz először jelölte Mádl Ferencet elnöknek, akkor Mádl Ferenc nem szólalhatott fel a parlamentben elnökjelöltként, és Sólyom László sem mondhatott beszédet, amikor ugyancsak versenybe indult Szili Katalinnal szemben. De ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy... De hogy jön ez Fritz Tamáshoz? Hát olyan, mert azt mondod, hogy az elnök jelöltségre mennyire volt szükség, és hogy beszélni, beszélhessen. Azért szólalhatott föl, mert kapott elegendő szavazatot most a Majtényi, tehát a törvény alapján kapott szavazatot, tehát nem a Fidesz gesztusából kapott. Milyen szavazatot? A szavazás azt, előtt beszélhetek. Azt, hogy hányan jelölik. Hogy hányan jelölik, de hát is Sólyom Lászlót elegendően jelölték ahhoz, hogy elnök lehessen, meg a Mádl Ferencet is elegendően jelölték, különben jelölt se lehetett volna. De azt a kérdés soha nem az, azóta a parlamentben nem mondhatott el egy elnök jelölti beszédet, ezt nem engedte az akkori parlamenti többség, de ezt nyugodtan bezárhatjuk. Ez tény, a Fritz Tamáshoz nincs köze. Mert csak azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi a demokrácia. Hát, hogyha ezt a kérdést fölteszi, akkor nem tudja. Oké, jó, nem. Tehát akkor csak annyit mondok, hogy akkor... Az nagyon sajnálatos, hogy valaki elnökjelöltként nem szólal föl. Igen, de ez így volt. Visszamenőleg is azt mondom, hogy ez botrány. Ez így volt. Ami meg a beszédeket illeti, tehát szerintem hallgathat Áder János szempontjából mindaz, aminek meg kellett történnie, ami igazán lényeges volt az ő jelölése szempontjából, az a ceremónia előtt megtörtént. Egyrészt... hosszú várakozás után történt meg a Fidesz részéről jelölés, azért emlékezünk rá, hogy fölmerültek más nevek is, esetleg a Fidesz leválik Áder Jánosról, és mással próbálkozik az újabb ciklusban. Az államfő, ez is, ugye ezt is latolgatták, de miután az alaptörvény úgy rendelkezett, ahogy ezt kizárta, tehát ez alaptörvény módosítás kellett volna, erre meg nem volt igazán hajlam. Tehát az, hogy az Ádertől azt várták, hogy szólaljon meg és kérje, hogy hagyj folytassa a hivatali tevékenységét, az Áder mindvégig hallgatott, és ő nem kérte. Nem, nyilván nem kérte azért, hogy ne kelljen semmit ígérnie. Tehát ha úgy tetszik, Áder 5 évnyi elnöki munka után autonóm maradt. Hogy ez az autonómia a baloldal szempontjából mennyire értékelhető, azt tudom mondani, hogy a baloldali választóknak a mintegy fele, 45%-a azért azt gondolta, hogy Áder egy jó jelölt, egy vállalható jelölt, a többség meg, a 55% meg azt gondolja, hogy mást kellett volna. A Fidesz támogatóknak viszont a 90%-ánál is magasabb támogatottságát élvezte Áder. Tehát Áder számára ez egy ceremoniális nap volt, és azt kell mondanom, hogy Áder a mainál sokkal jobb beszédeket mondott már, sokkal erősebb üzenetű beszédeket mondott már, kezdve attól, amikor először köztársasági elnökként megszólalt, és szerintem egy nagyon, nagyon jó, nagyon tartalmas beszédet mondott. A mostani beszéde, hogyha nagyon kell jellemezni, akkor inkább unalmasnak mondanám. Ezzel szemben a Majtényi beszéd az meg egy izgága beszéd volt, legalábbis az elejét illetően. Tehát megmutatkozott a gyakorlatlansága is, tehát nem véletlen, hogy onnan a pulpitusról reagálni arra, ami a közönség soraiból elhangzik, még ha provokatív is, ugye bekiabáltak, hogy Sorosnak is köszönje meg, nem kellett volna. Tehát ilyenkor fölül kell emelkedni, és szerintem sok mindenen nem emelkedett fölül a
Majtényi, és azért sem emelkedett fölül, mert nem egy igazi köztársasági elnök jelölti beszédet akart mondani, hanem egy beolvasós beszédet akart mondani. Az ellenzék nevében akart megszólalni, és mindazt a kritikát fel akart emelni. De azt mondod komolyan, hogy te egy igazi köztársasági elnök jelölti beszédet, hát nem is ezt vállalta egyébként, hanem arról beszélt, hogy bizonyos rendszerbéli hibákra, a nemzeti együttműködés rendszerének a hiátusaira akar rámutatni. Azért vállalja ezt az egész megmérettetést, ami nem valódi megmérettetés, hanem hogy a nyilvánosság előtt el tudja mondani azt, és a parlamentben is el tudja mondani ezeket a dolgokat. Én nem tudom, hogy mit tartasz ebben izgálgának, hogy az ember, és én azt sem ez gondolom. Ez elején, a beszédek elején kifejezetten izgálga volt, ideges volt. Gábor, én abszolút fordítva gondolok erre, hogy te megbélyegzed a Majtényit, hogy miért válaszol arra, aki pofátlanul lesorosozza, és pontosan tudod, hogy hazudnak, és mégis te azt mondod, hogy a Majtényi az, aki erre nem szólt. Péter, mert azért mondom, hogy gyakorlatlan volt, mert amikor a beszédben, az előre megírt beszédben reagált erre a vádra egyébként, azt nagyon nívósan és intelligensen csinálta. Tehát amikor azt mondta, hogy mindazokat arra kér... Arról beszélek, hogy az az érzésem, az a véleményem... Nem szabad, De én meg azt mondom, hogy egyrészt nem baj, hogy reagált, én nem szerintem nem, de én szerintem nekünk az a dolgunk, vagy nekem legalábbis az a dolgom, hogy azt bélyegezzem meg, aki bekiabál egy ilyen helyzetben, és hazugságot Péter, kiabál. A parlamentben bekiabálni, az nem valami unikális dolog, az mindennapos történet. Igen, de most nem emelem kiválasztást. Oké, nem emelem piedesztára, aki bekiabál. Hát én csak azt mondom, ilyenkor szépen fölül kell emelkedni. De miért jó az, ha valaki bekiabál hazugságot? És mondjuk ki, hogy hazugságot. Nem jó. Nem erről beszélünk, hogy jó. De ez fontos dolog. A parlamentben, te beszélsz, hogy a parlamentben nem egy unikális dolog, de az, hogy valaki hazudik, teljesen evidensen hazudik, és a Soros mellé köt, és a Soros jelöltjeként, és egy ilyen ihletett pillanatot erre használ ki. Szerintem nem hazudik, de szerintem nem intelligens módon reagál. Nem hazudik. Ez a valóság szerinted? Hát nem az a valóság, hát a Majtényének az intézetét, azt a Soros támogatja, súlyos milliókkal támogatja. Ettől én még nem kötném ilyen módon, ahogy a Fidesz oda kötötte Majtényit Soroshoz. De ez ténykérdés. Soros támogatja az ő intézményét, és nyilván azért támogatja, mert mindazokat az elveket, amelyeket őt fontosnak tart érvényre juttatni, azt az ő intézete támogatja ezt, Soros egyébként. Akkor nem az abszolút, mert ő nem, itt nem az intézmény indult el, hanem Majtényi László indult el. Aki az intézmény vezetője. De várjunk egy pillanatra, azt tudjuk, hogy 6 évvel ezelőtt jött létre, vagy nem tudom, 8 évvel az Eötvös Károlyi Közpolitikai Intézet. Még szó se volt arról, hogy Majtényi köztársasági elnök lesz valaha is. Tehát most, hogy köztársasági elnök jelölt lett, Azért mondtam, hogy amikor a beszédben reagált erre, azt jól tette, azt humorosan tette, azt nagyon erősen visszavágott. Amikor azt mondta, hogy szeretné, vagy mondhatná azt, hogy támogassák mindazok, akiket Soros ugyancsak támogatott a korábbi években. Szerintem ez egy intelligens, ez egy nívós megjegyzés volt. Az elején meg hát egy gyakorlatilag... Az igazság, hogy amikor a jobb oldalról jönnek elő ezek a tahó bekiabálások, meg ez a tahó viszonyulások, akkor soha nincs az, amit egyébként például október 23-án mondjuk a füttyösök megkaptak a jobb oldaltól, hogy október 23-a olyan szent dolog, hogy ne füttyögjünk. Most március 15-én nem lehet füttyögni. Most, amikor a jobb oldalról a parlamentbe bekiabálnak a Majtényinak, akkor nem problematikus. Persze mondod azt, hogy igen, szerinted nem, de hát egy parlamentben ez előfordul. Igen, de akkor miért nem mondjuk azt, hogy ez egy szörnyű dolog, mert most mégiscsak egy államfőválasztás volt. Szörnyűnek nem tartom egy nívós dolog. Én sem tartom szörnyűnek egyébként. Azt, hogy valaki bekiabál a parlamentben. Nem tartom nívósnak, lehet, hogy a saját közönségnek tetszik.
sokaknál kontraproduktív. Én nem kiabálnék be, de hát mondjuk... Akkor azt mondjátok meg, hogy a... Jó, de bocsáss, még azért ezt még ne hagyjuk ennyiben, hogy... Szóval attól, hogy Soros György támogatja, és egyébként abszolút átláthatóan kiteszik nyilvánosságra, semmi nincs rejtve benne, hogy mennyivel támogatja. Volt olyan név, hogy egyáltalán nem támogatta például az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet. Ettől még Majtényi nem lesz a Soros jelöltje. És azért, mert akkor mindenki ezzel, mindenki, aki támogatott valaha is a Soros, az mind a Soros jelöltje. Tehát ez nevetséges. Ez olyan emberek támadják, akik a CÖF-nek a vezetői. Most, hogyha elkezdjük azt, hogy hát akkor ők is számoljanak el, hogy kik támogatják őket, akik ugye egy nagyon objektív támogatást adnak a kormánynak, és mindig kijelentik, hogy sose a Fidesz támogatják, hanem mindig a kormány politikáját, akkor ők meg aztán végképp támogatják. Sőt, hát hogyha mindenki mögött Sorosan, akkor vissza lehet jutni az ős Fideszig, amelynek Áder János szintén egy emblematikus embere volt, és a Fidesznek a technikai hátterét is a Soros alapítvány támogatta. Magyar politikának egy ilyen degenerált megnyilvánulása. Akkor azt hagyj kérdezem meg, hogy a köztársasági elnöknek tulajdonképpen a legfőbb feladata a nemzet egységét képviselni. Ebből a szempontból ki a jobb jelölt? Áder János azért elég sok mindent bizonyított, azt is bebizonyította, hogy ha kell, akkor az őt jelölő kormánypártokkal is szembe tud fordulni, hogy többször visszaadott a parlamentnek törvényeket. Mikor egyszer adott vissza érdemben valamit? Hát nem egyszer, az alkotmánybíróság... Akkor, amikor a parlamentnek visszautalja, akkor tudhatja azt, hogy visszakapja, és másodszor már alá fogja de írni. De bizonyos jogi módosításokkal. Ez 28 alkalmazolom volt, igen, amikor... Lényeges volt az, ami egyszer volt. Nagyon lényeges, akkor, amikor vissza. A Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban azt a törvényt, amelyik a közpénzé, vagyis magánpénzé nyilvánította volna a Magyar Nemzeti Banknak pénzét, azt az Alkotmánybíróság elé tette. Ez volt az igazi, ez tényleg egy komoly dolog volt, de hát mondjuk a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt ugyanígy vissza az Alkotmánybírósághoz küldte vissza, és az Alkotmánybíróság azt is elmeszelte. Igen, azt mondjuk, ötször küldte Alkotmánybíróság elé a parlament által benyújtott törvényt, és mind az ötször az Alkotmánybíróság igazat adott. Igen, ebből valóban kettő nagyon fontos volt. Azért azt tegyük hozzá, tehát hogyha végignézünk a 27 éves múlton, akkor Göncz Árpád, amikor az őt jelölő szocialista szabaddemokrata koalíció volt hatalmon, akkor egyetlen egy alkotmányos vétóval nem élt, pedig akkor volt a Bokros csomag. Az Antal kormány idején erősen használta ezt a nagyon határozott, a legerősebb elnöki eszközt. Csak politikai vétót használta a szocialista szabaddemokrata koalícióval szemben. Sólyom László, mint alkotmányjogász, ő nagyon erőteljesen használta mind a politikai, mind az alkotmánysági vétót. Schmidt Pál egyetlen egyesen használt, és Mádl Ferenc is... Igen, csak értezek olyan törvényt, hogy... Csak azért, mert szokás Göncz Árpádra úgy emlékezni, ahogy egyébként nem volt. Én csak annyit akarok mondani, hogy az egy olyan törvényt, amelyik minden további nélkül közpénzből magánpénzt csinál, azt egyáltalán törvényjavaslati formában benyújtani is fölháborító volt. Oké, de ilyen alapon a Bokros csomagnak a nagy részét az alkotmánybíróság leszállta. Így van. De a Bokros csomag még... A Bokros csomag tényleg belemehetünk a Bokros csomagba, de Magyarországot a Bokros csomag rángatta ki abból, ami... És 22 évvel ezelőtt volt. Igen, ezért mondom, hogy ezt hagyjuk, de a Bokros csomag az egy nagyon fontos... Nem a Bokros csomagot kezdtük emlegetni, én kifejezetten a köztársasági elnöknek a viszonyát a Bokros csomaghoz, tehát amikor az Alkotmánybíróság egyébként más módon hozzá eljuttatott Bokros csomagot végig elemezte, akkor nagyon sok pontját szórtak ki, vagyis, és a köztársaság elnöki hivatal akkor semmilyen. Vagyis leszögezhetjük, hogy az Alkotmánybíróság akkor még javában visszatérnék még oda, hogy akkor vajon Majtényi László legalább ennyire tudta volna képviselni a nemzet egészét és nem is akar fogalmusni. Hát nincs kipróbálva, nem tudjuk, hogy köztársasági elnökként hogyan működött volna.
És nem is úgy futott neki. Hát nem úgy futott neki ennek. Ő ezt a lehetőséget nem arra használta fel, hogy elmondjon egy olyan közhelyes beszédet, ami akár csak, hogyha egy minimális esélye lett volna, hogy megválasztanak, az megfelelt volna egy ilyen emberek elnöke szerepnek. Ő a baloldali liberális eszmei világnak a szószórója akart lenni ebben a pillanatban, 2017 tavaszán. Ő erre használta ezt a rövid lehetőséget, amíg ezt a beszédet elmondta. Ez egy politikus, hát, én ezért kérdezem, hogyha azt mondod, hogy a baloldali liberális világnak a szószólója, akkor vajon a Nemzet Egységének képviseletére lett volna annyira alkalmas, mint mondjuk Áder János, aki azért én láthatóan... Én most erre mondhatom azt, hogy biztos vagyok benne, hogy lett volna alkalmas, de nem tudjuk, nincs kérdőválva. Nem ezt a beszédet mondta. De én azt gondolom, hogy azt a kérdést érdemes ugyancsak firtatni, hogy miért nem felelt meg sokáig, és miért akart mást Áder János helyett. Ha ennyire kifejezi a Nemzet Egységét... Ezt fogjuk mindjárt firtatni a rövid szünet után. Ez itt továbbra is a főszerkesztő klubja, és ahogy ígértük, továbbra is firtatjuk, hogy egyáltalán miért volt kérdéses, hogy Áder Jánost újra jelöli a Fidesz, de megígértem Kovács Zoltánnak, hogy még valamit mond. Azért azt akartam mondani még a szünet előtt, hogy ugye azt firtattuk itt, hogy Majtényi hogyan jeleníteni meg a Magyar Nemzet Egységét. Tulajdonképpen azzal, hogy ugye ott ül, nem tudom én, hány száz képviselő a parlamentben, nyilvánvaló, hogy úgy néz ki, hogy az a Nemzet Egysége, és azt jobban megjeleníti Áder János, de az államfő nem csak a Nemzet Egységét jeleníti meg, ez az egyik dolog, a másik, hogy a törvényességnek és a törvények betartásának a legfőbb őre. Ez is beletartozik ebbe a méltóságba, és ugyanitt elhangzott az, hogy jó néhány jogszabályt visszaadott, ez kétségtelen, de hogyha elmondanánk azt, hogy hány jogszabályt nem küldött vissza a médiatörvénytől kezdve sok minden máson keresztül, akkor talán mégsem olyan pozitív ez a kép, és ebből a szempontból. A médiatörvényt, a Schmidt-Pál, bocsánat, igen, már eszembe jutott, de jó néhány törvény volt, amit éppen vissza is küldhetett volna, és hogyha ebből a szempontból nézzük, tehát a Magyarország törvényessége, vagy a magyar törvények fölötti őrködés, akkor talán mégiscsak azt mondanám, hogy Majtényi nagyobb ellenállást tanúsított volna, meg tanúsítana, most már ugyanez már múlt idő, mint Áder János. Egyszerűen mások más a jogfelfogása, más a demokráciáról való nézetrendszere. Jó, de hát ez így lenne akkor, hogyha mindig lenne egy kormányoldal, és az ellenzék jelölni az államfőt, akkor biztos, hogy mindig nagyobb lenne az ellenállás. Hát 2005-ben ez történt bizonyos módon, ugye, tehát hogy sikerült, hogy folyamászót megválasztani. És főleg akkor fordulhat elő, hogyha mondjuk nem a parlament választaná. Ezt tudom, hogy még a négy igenes népszavazásnak a terméke, amit mondjuk a Szadesz taktikai okokból csinált, aztán ebbe bele is dőlt ebbe a karba. Akkor folytassuk azzal, amit az előbb Péter kért, hogy beszéljünk még egy kicsit arról, hogy egyáltalán miért volt kérdéses az, hogy Orbán Viktor újrajelöli, vagy hát a Fidesz újrajelöli Áder Jánost. Őszintén szóval nekem nagyon kevés információm van arról, hogy volt-e személyes konfliktus Orbán Viktor és Áder János között. De ugye emlékezzünk vissza, hogy az eredendő bűn az volt, hogy annak idején Schmidt Máriával közösen esetleg egy alternatív kormányfőben gondolkodtak, és Áder János is részese volt annak a szenáriónak, amely azt lett volna hivatott végigvinni, hogy ne Orbán Viktor legyen a kormányfő. Én innen eredeztetem, és egyfajta számüzetésként értékelte a sajtó egy része magát a brüsszeli kiküldetését, az EP képviselőségét is. Igen, pedig nem így volt, én tanú vagyok, annak a kornak a tanúja, hiszen részt vettem azokon a háttér megbeszéléseken, amelyek elemezték a 2006-os választási vereségnek az okait. Ez kétségtelen Schmidt Mária szervezte, és nagyon sokan voltak ott, Granasztói, Martonyitól kezdve, Bencsik Andráson át, sokan vettünk részt ezeken a beszélgetéseken. Csak te is lázadó voltál?
Hát ezt meglepve olvastam, miután kiderült, hogy valamiféle szervezkedés lett volna, semmiféle szervezkedés nem volt. Valóban egy ilyen értelmiségi, nem tudom, hogy mire futott volna ki, hiszen nem volt semmilyen felhatalmazás a döntést hozni. Csak szerettük volna megérteni, és valószínűleg a szervezők is, sőt, ezt határozottan állíthatom, a szervezők is erre szerettek volna jutni. De Orbán Viktor 2006-ban a választási vereség után az első frakcióülésen bejelentette, hogy semmiféle probléma, baj nem történt, semmit nem kellett volna másként csinálni, minden úgy volt jó, ahogy történt, tehát nem hagyta, hogy kibontakozzék egyfajta vita, ami abból is következhetett, hogyha visszavezetjük 2002-ig az időfonalát, hogy 2002 és 2006 között sokáig Áder János vitte a hátán a pártot, hogy emlékeztek rá, Orbán Viktor kivonult a parlamenti munkából, Áder volt a frakcióvezető, sőt a Pokorni lemondása után Áder volt a párt ügyvezető elnöke is. És ő folyamatosan kapacitált Orbánt a visszatérésre, ő pedig szervezte a háttérországot, mert 2002 azzal szembesítette, hogy a Fidesz és a Polgári Magyarország ideának nincs annyi támogatója, amely egy választási nyereséghez, választási győzelemhez elegendő lenne. Tehát szélesíteni igyekezett a tábort, és 2003-ban, amikor visszatér májusban Orbán a Fidesz élére, akkor azzal a feltétellel tér vissza, hogy minden hatalmat a kezében összpontosít. Hát én ezt érdeklődéssel hallgatom, Gábor, de mi közön van nekem egy pártbelügyhöz? Hát ezek hogy intézik egymás között ezt bocsánat, a dolgot? Bocsánat, volt egy kérdés, hogy miből következik. Igen, nagyon belemegyünk abba, hogy... Jó, akkor lehet, hogy nagyon elmerültem, semmi közöm hozzá, és nem is akarok róla része, tudni, ez, hogy ez a része az látható volt. Tehát 2007-ben, amikor a Magyar Nemzetben megjelenik az a bizonyos Schmidt-Mária Anteportas című cikk, amelynek a szerzőjét a mai napig nem ismerjük, hozzáteszem, és az neki megy a Schmidt-Máriának, Spéder Zoltánnak, és többek között Áder Jánosnak is, és azt fogalmazza meg alcímében, hogy a nagy tőkével szövetkeznek Orbán ellenfelei. Ugye akkor Áder szembesíti ezzel az írással Orbánt, és miután nem kap egy határozott tagadást, Áder jelzi, hogy ő nem kíván a belpolitikában a jövőben részt venni. Ezzel, és ki akar menni Brüsszelbe? Áder azon vádolta Orbánt, hogy ő rendelte meg a Magyar Nemzetben a cikket. Hogy tudott erről a cikkről legalábbis. És Áder ezek után is, és azért nagyon fontos, mert hogy nem Ádert száműzik Brüsszelbe, hanem ő kéri, hogy Brüsszelbe menjen, de azért, mert nem akar részt venni a belpolitikai munkában. Csak ez volt pont 10 éve eltélt. Ennek mi köze van a jelenhez? Mert ugye az is elképzelhető, annyi köze van, hogy ugye volt egy nagyon erős szövet, a Fidesz, a ős Fidesznek az erős szövete, és ezek közül is kiemelkedett három személy, Orbán, Kövér és Áder, és látható, hogy 2006-2007 tájékán ez szakadásokat szenved ez a szövet. De nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy Orbán Viktor mindig olyan köztársasági elnököt akar, aki az akkori pillanatnyi igényeinek leginkább megfelel. Ott van Schmidt-Pál, akkor lett köztársasági elnök. Schmidt-Pál akkor lett köztársasági elnök, amikor alkotmányozni kellett, és ehhez kellett egy olyan köztársasági elnök, aki semmire nem mond nemet, vagy semmire nem alkalmas egyébként csak aláírni. Utána ugye ebből okulva látszott, hogy azért ez így kínos volt Schmidt-Pállal, akkor kellett egy olyan, aki hát nem ez volt a kínos, mert ezt jól elviselték volna, hanem a tulajdonképpen. De akkor kellett valaki, aki inkább az alkotmányosságot és a demokráciát képvisel. Aztán jött egy időszak, amikor lehet, hogy megváltozott ez az álláspont, és most megint eljöhetett ez, mert hogy erre csak azt mondom, hogy Kósa Lajos nyilatkozta most, hogy fontos alkotmányos kérdésekben Áder képes rá, hogy ne a Fidesz álláspontját, hanem az alkotmány és a demokráciát képviselje. Hát igen, itt van az a két törvény, amit mindig emlegettünk, vagy három, de alapjában véve nem szól semmit. Tehát hiába mondjuk azt, hogy aktív, dehogy aktív. Amikor már tényleg valami szörnyűség készül, mint például ez a Nemzeti Bankos, hogy akkor az Alkotmánybírósághoz fordul. Egyébként minden esetben visszaadja a parlamentnek, pontosan tudja, hogy két hét múlva alá fogja írni. Egyébként Áder János az előző éveknek a túlkapás
politikai túlkapásai kapcsán valószínűleg többször megszólalhatott volna, akár csak szörmentén hát kritikusan megszólalva. Tehát, hogyha visszanézünk arra, hogy Sólyom László a 2005-2010 közötti a mostaninál jóval turbulensebb, meg válságosabb időszakban, de azért ő volt az, aki a legaktívabban kihasználta az államfőségben rejlő lehetőségeket, mind ugye tényleg gyakorlati cselekvésében, mind pedig a megszólalásában. Áder János az elmúlt időszakban valószínűleg akár csak a saját lelkiismerete miatt is mondhatott volna olyan kijelentéseket, amik talán még inkább megerősítik azt, hogy ő egy autonóm személyiség. Választották. Tehát Sólyom Lászlót nem a kormánypártok választották meg, hanem az ellenzék volt abban a helyzetben, hogy megválaszthatta. Ettől tudott ő ennyire függetlenné válni. Egyébként rajta kívül ki volt még ilyen független? Tulajdonképpen senki, hát ugye mind az öt köztársasági elnök más karakter. Az első, az örültünk, hogy megdőlt a kádárrendszer, és a nagy örömünkben ugye volt egy olyan köztársasági elnök, aki az elején tényleg mindenki szeretett, a később aztán már nem, Göncz Árpádról beszélek. Márus Ferenc az Orbán Viktor Feri bácsia volt, tehát őt igazából nem osztott, nem szorzott. Utána Sólyom László, bocsánat, csak annyit akarok mondani, hogy Sólyom László valóban sokszor megszólalt, 10 megszólalásából 9-szer, egyébként mindig a kormánypártok ellen, gyakran indokoltan, ezt én nem is vitatom, de valahogy soha nem tett szóvá semmit, ami az ellenzéki, akkori ellenzéki, tehát fideszes oldalon történt. Schmidt-Máron ne beszéljünk, mert az egy katasztrófa. Áder János pedig azért mégiscsak ott a kétharmados többséggel, hát most mit csináljon, hát megtestesíti a nemzet egységét is. Szerintem itt azért némi negligenciával beszélgetünk itt a köztársasági elnökökről. Én mindegyiket többre gondolom, mint ahogy te ezt itt elparentáltad. Tehát a Schmidt-Párt visszaidézők, kétségtelen tény, hogy sok minden számon kérhető rajta, de mégiscsak egy olyan figurája volt a magyar közéletnek, aki a nemzetközi világban otthonos volt, aki a hat nyelven beszélt, aki könnyedén teremtett kapcsolatot. Tehát éppen bele lehetett látni egy olyan figurát, egy olyan elnököt, aki segíti a magyar kormánynak a kapcsolatteremtő képességét. Tehát a Schmidt nem véletlenül lett az, aki hát a NOB-nak az alelnökévé választották, egy kicsi országnak a reprezentánsából. Az, hogy egyébként egy rossz hivatali struktúrát épített maga el, ez a hivatal nem, hogy nem segített a munkáját, de megvédeni se tudta, ez az ő hibája, hozzáteszem, mert ezt ő építette föl, és ennek a hivatalnak is köszönheti, hogy aztán védelem nélkül maradt, és rászabadt az égbolt. Például, hogy ugye volt a plágium ügye, hát azt nem ússza meg senki Schmidt-Pálnak. Oké, de most csak azt szeretném mondani, hogy azt, hogy a katasztrófa, és a nem tudom, meg a Feri bácsi, tehát már egy nemzetközi hírű professzor. Igen, engem átengedett államvizsgán, nagyon köszönöm. Egy nemzetközi tekintély volt, hogy voltam vele Nürnbergbe, és láttam, hogy milyen beszédet mondott ott németül a vendéglátóknak. Igen, tehát, de a belpolitikában ezek komoly remek emberek voltak, nem hibátlanok egyik sem, de azt gondolom, hogy a köztársasági elnökeinkkel nagyon nagy baj nem volt. Pittának a sportvezetői munkájával nincsen semmi baj. Ő az egész politikai pályafutását árnyékolta be ebben egyébként a plágium ügyjel, és azzal tulajdonképpen, hogy abszolút rosszul fogta föl az köztársasági elnöki pozíciót. Ő semmi más nem gondolt erről, mint hogy maximálisan ki kell szolgálnia Orbán Viktort. És ebben a szerepben meg is maradt, és mind a mai napig egyébként egy ilyen hát Orbán Viktor által támogatott, egyébként valahol normálisan a politika süllyesztőjébe kellett volna kerülnie. Egyébként valószínűleg oda is került, eltekintve amúgy hiába támogatja őt Orbán Viktor most is, és a különböző rendezvényeken megszólítja. Az, amit ő tett, az sajnos egy politikusnál ez történik.
az végleg kiírja őt a politikai életből. Na, hátralévő 5 percre azért váltsunk témát. Tarlós István főpolgármesternek sem teljesen felhőtlen a viszonya a kormánnyal, úgyhogy egy interjúban be is jelentette, hogy nem valószínű, hogy 2019-ben újraindulna a főpolgármesteri székét. Mit gondoltok, hogy mi lehet e mögött? Ez elsősorban lebegtetésnek tűnik. Hát ugye csak annyit akartam mondani, hogy nem először mondja ezt Tarlós. Legalább harmadszor mondja azt, hogy nem biztos, nem valószínű, ne tegyünk nagy tétet arra, hogy ő lesz a... De miért lebegtet? Tehát miért nem mondja azt, hogy akkor nem indulok, vagy azt, hogy akkor mégis megpróbál? Ő így fejezi ki az autonómiáját egyébként, szerintem meg nagy nyilvánosság előtt ő felvállalja a vitát Lázár Jánossal, Orbán Viktorral. Orbán Viktorral kevésbé, nem? Tehát hát ő általában összecsap a kormánytagokkal, és akkor azt mondja, hogy majd megbeszéljük Orbánnal. Szerintem ő látja azt, hogy ennek az egész önkormányzatiságnak, Magyarországnak semmiféle jövője nincs, és valószínűleg azt is tudja, hogy a fővárosnak és a önkormányzatoknak a jogai még jobban meg lesznek csorbítva, mint ahogy eddig voltak, és ezért ő tulajdonképpen azt már nem nagyon vállalja. Én ugyan nem a szívem csücske Tarlós, de azért neki volt önálló akarata szerintem az egészségügyben, Budapest kórházaival kapcsolatban. A költségvetésben mindig megpróbálta képviselni a főváros érdekeit, ezért is volt a konfliktus a Lázár Jánossal. Szerintem ő nagyon jó érzékkel rájön arra, hogyha a Fidesz megnyeri ezt a következő választást, akkor itt az önkormányzatok, gyakorlatilag az önkormányzatiság az egy formális valami marad, és ő ebbe szerintem nem akar már részt venni. Egyébként nagyon messze van még a következő önkormányzati választás, az 2,5 év most. Igen, még csak a fél idejénél az önkormányzati ciklusnak, az új ciklusnak. De 2019-ben lesz a választás. Igen. Szerintem, ugye Tarlós nem mondott más, csak az, hogy nagy tétet ne rakjon senki arra, hogy ő el fog indulni. Tehát nem mondta azt, hogy nem fog elindulni, azt sem mondta, hogy el fog indulni. Növeli a saját jelentőségét, a Fidesz kérje meg őt arra, mert a Fideszben ma nem látszik senki. Hát korábban Kocsis Mátét emlegették Tarlós utódként, de Kocsis Máté mintha leesett volna. Tehát inkább visszaszorul a saját körzetébe, ott is már nem polgármesterként fog indulni, azt hiszem, hogy parlamenti képviselő lesz. Tehát nem látszik, hogy kilépne Tarlós örökébe. Ezt Tarlóst fölértékeli, és azt gondolja, hogy a Fidesz jobban támogassa meg, mert ugye a Momentumnak az aláírásgyűjtési akciója azt mutatja, amit egyébként tudtunk, csak nem láttuk, hogy ennyire intenzív az ellenállás, hogy Budapesten a leggyengébbek a Fidesznek a hadállásai. Hát tehát itt nagyon nehéz lesz újra nyerni. Pontosan ez az, ami egyébként a Tarlósnál ezt a fajta autonómiát, amiről beszélsz, kiemeli, hogy neki mindenféleképpen a kormánnyal szemben kell olykor meghatároznia magát. Sosem Orbán Viktorral szemben egyébként, hanem hol Lázár Jánossal, hol Rogán Antallal, hol Kocsis Mátéval van hadban, vagy olykor még magával a Fidesznek, az egész frakciójával, de mégiscsak Budapest főpolgármestereként akar elsőként megjelenni, és nem politikusként. És egyébként ebből a szempontból talán vannak, akik nehezen viselik az ő stílusát, annak, akik egy picit jobban értékelik, de azt én mindenképpen a javára írom, hogy igyekszik Budapestet egy sor kérdésben képviselni, és ha kell ütköznie a kormányzattal. Mondom, soha nem Orbán Viktorral ütközik. Ez még egyszer, valóban, pontosan ezért nem lesz ő főpolgármester, mert már most is ez alatt a időszak, két ciklus alatt is az önkormányzati jogosítványok csökkentek, a pénzeket elvonták, tehát ő azért látja azt, hogy ennek sok jövője nincs. Tehát ő a politikai pályafutását nem egy ilyen bábfiguraként akarja, gondolom, befejezni. Van még 19, de, és hát de az évek fölötte is tennek, tehát ki tudja, hogy mennyire akar ő csinálni. Igen, de persze messze vannak, de ezek a jogok mindig csorbulnak. Mindig is várospolitikus volt, és egy ciklus kivételével, ugye amikor 2006-ban veszített Demszky Gáborral szembe, gyakorlatilag mindig nyerőállásból folytatta. Tehát sokáig Óbuda polgármestere volt, most már második ciklus tekintve. Igen. A főpolgármester. Tehát a rendszerváltoztatás óta
Orbán Viktor után talán az egyik legsikeresebb. Igen, de ez nem gyengíti azt, amit mondok, hogy ő nem látja azt, hogy az önkormányzati jogosítványok erősebb. Igen, csak hogyha, Zoli, hogyha a Budapest közben pusztulna le, és nem lehetne érezni építkezésekben a fejlődést, akkor ez nehezen elviselhető egy főpolgármesternek, aki az arcát adja mindehhez. De hogyha egyébként Budapest épül, akkor talán 70 évhez közeledve talán elviselhető. Igen, én nem mennék bele, hogy Budapest épül vagy nem épül, mert sok minden épül, a bazár is, meg a többi is, csak azt látom, hogy Budapesten nem lehet például közlekedni. És már 25 éve, meg 35, meg 40 éve se lehet közlekedni, és nem ilyen látvány tárgyak kellenének, hanem elsősorban az, hogy végig lehessen menni reggel 8-kor, mondjuk a 5 kerületen keresztül. No, tehát ez lenne az igazi tehát fejlődés. Tehát akkor semmi új nincs abban, hogy Tarlós István lebegteti, hogy indul vagy nem indul. Mi viszont nem lebegtetünk, tovább befejezzük ezt a műsort, és majd a jövő héten újra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!